Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban a Dunkin' Biscuitnek fogjuk kipróbálni ezt a habosítóját. Alapból egy ilyen Kärcher vagy Kärcher csatlakozóval kapjátok, de én már le is cseréltem gyorsan a gyors csatlakozósra, mert én így szeretem. Most egy 25-ös fúvóka van benne. Először azzal nézzük meg, aztán majd az egy 10-essel. A flakonba, hogy össze lehessen hasonlítani a többi ilyen habosító bemutatós vagy összehasonlítós videóval, 500 ml melegvízhez 50 ml Chemical Guys Honeydew Snow Foam van, majd a videó végén megnézzük egy másik samponnal is. Úgyhogy kezdjük is! Na most pedig nézzük meg az 1.1-essel. Na, akkor most nézzük meg a Dunkin' Biscuit új Velvet samponjával, nem a régi Velvettel, ez az új lúgos Velvet. 975 ml meleg víz, 25 ml, 20-25 ml a samponból, és 1.1-es fúvóka, mivel a Kärcher K3-assal vagy Kärcher K3-assal csinálom. Thank you.
Na fiúk, lányok, ő volt a Dunkin' Biscuitnek a habosítója. Hát mit tudnék róla mondani? Ha össze kellene hasonlítani valamivel, akkor ugye az MJC Pro-val tudnám, Foncaron Pro-val tudnám összehasonlítani. Most azt mondanám, hogy Schatzper kb. Megegyező habot csinált. Tehát most így hirtelen nem tudnék nagy különbséget tenni, főleg úgy, hogy ráadásul például a régi Dunkin' Biscuit Velvet samponból már nincs is nálam, így nem tudom pont azzal megnézni, de a Honeydew Snow Foam-mal meg az új Dunkin' Biscuit Velvet samponnal Schatzper kb. Ugyanolyan habot csinált, mint az MEC Foam Canon Pro 2.0. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom őt ajánlani igazándiból, és igazából itt most nem is kell apró betűs, mert ezt nem kaptam, ezt vásároltam, ezt a habosítót. Ami nem tetszik, van benne egy dolog, ami nem tetszik igazából, mégpedig az az, és mutatom is, hogy ilyen a túlvége, az MEC Foam Canon Pro-ban van egy súly, ami lehúzza, valamint abban rövidebb, lehet, hogy ebből is vágnom kellene egy kicsit, mert visszahajlik, és így nem tudja felszívni az összes habot. Úgyhogy majd lehet, hogy fogok belőle levágni egy pár millimétert, vagy lehet, hogy egy jó centit is. Ezzel a videó véget is ért. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és legyen szép a napotok. Sziasztok!